Ezen a forgalmas belvárosi szakaszon fényes nappal húzta rá a kormányt a német férfira a szexárdi sofőr. A vádirat szerint szándékosan, lassan kétszer is nekihajtott a lábának. Ideges lett, mert a férfi a járda helyett az úton sétált a feleségével. Előbb rájuk dudált, majd vitatkozni kezdtek. Ezután ment neki a házaspár férfi tagjának, aki a második ütközéstől elesett, de komolyabb baja nem lett. A szándékosan gázoló férfit korábban 10 hónap börtönre ítélte a bíróság, a büntetést viszont 2,5 évre felfüggesztették, a jogosítványát pedig 1 év 4 hónapra elvették. Az akkori ítélet ellen a gázoló és az ügyész is fel. Előbbi enyhítést, utóbbi súlyosbítást akart elérni. Az ügyet csütörtökön tárgyalta másodfokon a szexádi törvényszék. A vádlott beadványában lényegében továbbra is akként nyilatkozik, hogy a bűnösségét elismeri. A vádlottat nem mutathatjuk meg. Most azzal próbálta enyhébb büntetés kiszabására rávenni a bírót, hogy, mint mondta, az ítélet óta elhagyta a családja, mert jogosítvány nélkül nem tudott pénzt keresni. Egy korábbi párkapcsolatából született lányának pedig így a taníttatását sem tudta finanszírozni. Az ügyben végül néhány perc alatt született ítélet. A szexádi járásbíróság 2019. október 14 napján kihirdetett 12B/81/2019/4-es számú ítélet. Helyben hagyja azzal, hogy a járművezetéstől eltiltás tartalmába az elsőfokú ítélet kihirdetése óta eltelt további időt is beszámítani rendeli. Vagyis a férfi ellen korábban hozott ítélet lényegi pontjait nem változtatta meg a másodfokú ítélet. A gázoló így a börtönt megúszta, a jogosítványát viszont egy ideig még biztosan nem kapja vissza.